Partnerség a gyermekek védelmében. Szakmai konferenciát rendeztek Békés Csabán a gyermekvédők. Labda, gyerek, zsivaj és versengés. A város óvodái mérkőztek meg egymással a főtéren. Új edző, új koncepció. Két sikeres év után jelentős változások a BRS-nél. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. A folyamatos belföldi és exportpiacok bővítésének, valamint a termékfejlesztésnek köszönheti a Gyulahús Kft. A 2015-ös évhez képest 6%-os bővülését. Tavaly 5,3 milliárd nettó árbevétele volt az önkormányzati tulajdonú cégnek, hangsúlyozta Daka Zsolt, a Gyulahús Kft. Ügyvezető igazgatója. Hozzátette, 2017-re már 5,6 milliárd forintos árbevételre számítanak. Az ügyvezető igazgató az exportpiacok bővítéséhez fontos eszköznek nevezte a külföldi élelmiszeripari kiállításokon való megjelenést. Május közepén a gyulai új termékcsaládját, a marhaszalámit hívták meg a hollandiai új termékek vására. A kizárólag marhából készült különlegesség márciusban már egy japán szakkiállításon is sikert aratott. Az ilyen és ehhez hasonló termékinnovációknak köszönhetően a vállalat 2016-os adózott eredménye 444 millió forint volt, amelyet tulajdonosként az önkormányzat a cégnél hagy a további fejlesztések finanszírozására, mondta el Görgény Ernő, Gyula polgármestere. Hat megye rendőrségei fogtak össze az alföldi időskorúak biztonságáért a Pusztán Hatan elnevezésű bűnmegelőzési programban. A projekt célja, hogy felhívja a szépkorú lakosság figyelmét arra, hogy milyen módszerekkel tudják megvédeni magukat a bűncselekményekkel szemben, mondta el Telekné Furák Mónika rendőr alezredes, a Békés megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője. A program nyitó rendezvényét Gyulán rendezték meg, ahol kortárs segítő képzést is tartottak. A rendőrség a lopások és más, elsősorban tanyákon, külterületen előforduló, időseket érintő bűncselekmények megelőzésének lehetőségeire hívta fel az érdeklődők figyelmét. A Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsa által támogatott kezdeményezésben Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykunszolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék rendőrfőkapitányságai vesznek részt. Gyermekvédelmi szakmai konferenciát rendeztek Békés Csabán, amelynek célja a Békés megyei gyermekvédelmi partnerség kialakítása volt. A résztvevők több szakmai előadást is meghallgattak, illetve megismerték a megyei gyermekvédelmi partnerségi protokollt. A konferencián részt vett a miniszterelnökség hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára is. Dr. Belányi Márta többek közt a gyermekvédelmi munkákra is kiható változtatásokról, a hatósági hivatalok átalakításáról és a járások megerősítéséről beszélt. Többféle eljárás szerint működnek ezek a különböző hatósági feladatok. Vannak olyan területek, amelyeket minden járás általános hatáskörben, általános illetékességgel a járásban ellát. Vannak olyan területek, amelyeket egy járási hivatal több járásra kiterjedő illetékességgel, és a legkomolyabb feladatokat a megyeszékhelyen működő járási hivatalok kapták, mivel úgy ott hozzávetőleg az átkerülő hatáskörök 75%-a a megyeszékhely járási hivatalokban kerül ellátásra. A Békés megyei kormányhivatal főigazgatója azt a hiánypótló szakmai anyagot emelte ki, amely a gyermekvédő szervezetek számára nyújt hatható segítséget. Gondolok a védőnői szolgálatra, a családsegítő központokra, a házi orvosokra, a közintézményekre, a kormányhivatalra, mint gyámhatóságra, vagy akár a rendőrségre és az ügyészségre, hiszen egy olyan feladat megosztást rögzít, ami a mindennapok gyakorlatában meg hogy valósuljon, tehát a jelzés vételétől a gyermek kiemeléséig, védelembe helyezéséig pontosan meghatározza, hogy mi a rendőrség feladata, hogyan történik a védelembevétel, a gyámhatóság, milyen eljárásrendben, hogyan, milyen eszközökkel látja ezt a feladatot, illetve tehát aztán az ügyészség és a bíróság szerepét is meghatározza. Megyénkben évente több mint 7000 döntés születik gyámhatósági ügyekben. A gyermekek érdekében pedig több száz olyan döntésre kerül sor, amely a fiatalok nevelését és védelmét is érinti, tette hozzá a főigazgató. A konferencia résztvevői többek közt ágazatpolitikai intézkedésekről, jogszabálymódosításokról és a megyei gyermekvédelmi protokollról szerezhettek ismereteket a szakmai előadóktól. Országos angol nyelvi versenynek adott otthont Békés Csaba a múlt hétvégén. A már 10 éves múltra visszatekintő megmérettetést a Jankai két tanítási nyelvű iskolában rendezték meg. A döntőbe 5 Békés megyei diák jutott be.
A háromfordulós versenyen több mint 8000 általános iskolás indult, de a döntőbe csak 50-en kerülhettek be. Az országos fordulóba 5 Békés megyei diák jutott be, ami a szakemberek szerint pozitív visszajelzés a megyében zajló idegen nyelvoktatásról. Úgy gondolom, hogy ugye az az óriási előnye ennek a versenynek, hogy helyszíntől függetlenül indulhatnak a gyerekek. Ugye több mint 8000 tanuló indult az első fordulóban, amit mindenhol az iskolákban irattak meg, tehát a legkisebb iskolában is meg tudták iratni, és bizony hál' Istennek olyan tanulók is bekerültek most a döntőbe is, amelyek inkább egy kis iskolának számítanak. A döntőben az indulóknak szóban kellett bizonyítaniuk. A hetedik évfolyamosok közül az első helyen Kinyó Kolos, az ELTE Radnóti Miklós gyakorló általános iskola és gimnázium diákja végzett. A nyolcadikosoknál Slánic Balázs érdemelte ki az elsőséget, aki már tavaly is országos első lett. Balázst édesanyja kísérte el Győrből. Még annak is örültünk, hogy ugye 8. évfolyamon is bejutottunk, de az, hogy az idén is első helyezést kaptunk, ugye ahogy mentek a nevek, jöttek a pontszámok, így azért már a tudat bennünk volt, mert ugye a gyermek azt tudta, hogy hány pontot kapott, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, elmondhatatlanul. A győztes a jövőjét is az angol nyelvnek szentelni. Szerintem ezzel fog foglalkozni, hogyha felnövök, tehát gondoltam arra, hogy akár nyelvvizsgáztató leszek, angol tanár, akár szóba jöhet. Az iskola a jövő évi országos versenyre is készül, amelynek rendezési jogát pályázati úton nyerhetik el. Több százan jelentkeztek a Csaba Gyöngye Kupa néven elinduló országos keresztrejtvényfejtő versenyre. A kétnapos agytornát a Csaba Gyöngye Kulturális Központban rendezték meg szombaton és vasárnap. Hagyományos vagy skandináv, a Békés Csabai megméretetés résztvevőinek nem számított, milyen típusú keresztrejtménnyel kell megbirkózniuk. Szombaton egyéni, vasárnap pedig 4 fős csapatversenyek zajlottak a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A csapatverseny résztvevői különböző taktikával érkeztek a megméretetésre, volt, ahol inkább a rutinosabbakra támaszkodtak. Hát, hogy minél többet én megcsináljak azt, mivel ők először indulnak, vagy másodszor. A fiatalabbak egymásban bízva vágtak neki a versenynek. Hogy mindenkinél lesz, ha többet adnak, és utána, ha már nem tudjuk mindenki, akkor körbeadjuk, és akkor úgy fogjuk megoldani, hogyha a másik meg tudja, és így nem lesz nagy szavar. A rejtvények témája a Békés Csabához, illetve jeles évfordulókhoz kötődött, amelyeket Schmidt János, aranyceruza díjas újságíró készített el a rejtvényfejtő klub felkérésére. Azok, akik már régóta űzik ezt a sportot, azt mondják, hogy aki rejtvényfejt, akár 100 éves koráig is friss marad szellemileg. Mert ez nagyon jó egy torna, 100-szor érdemesebb rejtvényt fejteni, mint a pulzusunkat méregetni, hogy mennyi, mert így szellemileg friss maradhat az ember akár 100 éves koráig is. A rejtvényfejtők pontvadászata tovább folytatódik, a Békés Csabai versenyzők legközelebb például Budapesten teszik próbára magukat. Egy héttel hamarabb érkezett a gyereknap a lencsési lakótelepre, szombaton szabadtéri programok tömkelege várta az érdeklődőket a lencsési közösségi házban és a Fia Géza téren. Vattacukor, arcfestés, ugrálóvár, lovaglás, íjászat és számos más program várta a családokat szombaton a gyermeknapi előzetesen. A több mint 25 éves rendezvényen a hagyományoknak megfelelően idén is a gyermekeké volt a főszerep. Akkor, amikor 1991-ben ide kerültem, akkor a lencsési lakótelep tele volt gyerekkel. Tehát szinte kötelező jelleggel be kellett vennem a vezetői programomba azt, hogy szervezünk a gyermekeknek lencsési gyermeknapi előzetest. Azért előzetest, hogy ne essen egybe a városi rendezvényekkel. Ezen túl pedig akkor olyan nagy volt a sikere, hogy lényegében mindig beépítettük minden éves programunkba. A rendezvény sztár vendége a Budapestről érkezett Kalap Jakab Bábszínház, illetve a Babszínház volt, amely gólyalábas produkcióval készült a résztvevőknek. A gyerekeknek leginkább a kiegészítő programok tetszettek. Volt a cukorevés, meg a ugrálóvár, meg ott a babzsák csinálás. Nekem a lovagolás tetszett, a ugrálóvár, meg a vattacukor. A hagyományos produkciókon kívül közlekedési vetélkedőt is tartottak a rendőrség közreműködésével. A gyerekekre pedig több mint 600 darab palacsinta is várt.
Rendhagyó volt a Komolyan lazuló sorozat harmadik évadának utolsó rendezvénye, a Munkácsy Mihály Múzeum Jankai Kolozsvári Tevan gyűjteményében. Ezúttal ugyanis nem egy alkotóművész zenész volt a vendég, hanem egy kisebb csapatnyi, a Tapasztalt Ecsetek zenekar. Két művész meg a mai estünkre, a Tapasztalt Ecsetek című formáció. A Komolyan lazulós estet ezúttal is Tímár Ella, a Jankai Közalapítvány elnöke nyitotta meg, de a folytatás rendhagyó lett. Ez volt a múzeum fejlesztése előtti utolsó rendezvényük, és most nem egy alkotót, hanem hetet egy művészekből álló zenekart hívtak meg. A záró az mindig egy valami erősebb, mint a többi, vagy valami különlegesebb, és nekik egyébként az volt a korábbi nevük, hogy Munkácsy Emlékzenekar, és gondoltam a Munkácsy Múzeumban a Munkácsy Emlékzenekar kell, hogy zárjon egy produkciót. A festőkből, képzőművészekből álló együttesben kezdetben 5 Munkácsy díjas festő is zenélt, ezért hívták őket Munkácsy Emlékzenekarnak. Azután tagok cserélődtek, nevet váltottak, ők lettek a Tapasztalt Ecsetek. A zenekart Vahorn András alapította, muzsikájuk az improvizálásra épül. A koncepció az, hogy nem kérdezzük meg, hogy mit fogunk játszani, nem gyakorlunk, hanem mindig az adott pillanathoz, a helyzethez képest játszunk, improvizálunk tulajdonképpen. Ugye itt mindenki majdnem képzőművész, sőt, hát idős tanárok, festő tanárok is vannak, ezért is ez szépen mondva, ugye Tapasztalt Ecsetek. A csapat egyedüli hölgytagja Marjai Judit, aki korábban modellkedett, filmekben szerepelt. 1988-tól azonban fotósként ismeri a világ. Az egyesülettel is a fotózás hozta össze. Réges-régóta, amit a fotós lettem, az egyik legkedvesebb modellem maga Vahorn András volt, és addig-addig fotóztam, amikor létrehozott egy formációt, ezt a Tapasztalt Ecseteket. Szerintem először nem is gondolta ő se komolyan, csak fotósnak hívott, de olyan jól sikerült ez a fotózási debütációm, hogy végül is ez egy össz-performance lett. A kísérletező kedvű képzőművészekből álló Tapasztalt Ecsetek tagjai Bai Miklós Zoltán kérdéseire ezúttal szóban, majd zenében alkottak emlékezeteset Békés Csabán a Komolyan lazulós évad záróján. A Békés Csaba 1912 előre labdarúgóit látta vendégül a Csabai Kolbászklub Egyesülete. A sportolók között voltak, akik bár gyakran fogyasztanak, készíteni még sosem készítettek kolbászt. A munkából mindenki kivette a részét, volt, aki gyúrt, volt, aki töltött, de volt olyan is, aki végig dolgozta az egész folyamatot, a gyúrástól a töltésig. A csapat kapitánya Juhász György elmondta, fontosnak tartja, hogy aki Békés Csabán futballozik, az ismerje a helyi hagyományokat. A közös kolbász készítésnek erős csapat összekovácsoló ereje is van, tette hozzá a csapatkapitány. Az elkészített kolbászt még a helyszínen megsütötték, és a csapattagok el is fogyasztották. Sportolásra hívta az óvodásokat Békés Csaba főterére a város. A sorversenyek nem csak azt mutatták meg, ki milyen gyorsan fut, vagy hogy hogyan egyensúlyoz, de azt is látni lehetett, hogyan fognak össze a gyerekek a közös cél érdekében. A több mint 20 éves rendezvényt az utóbbi 5 évben épp azért szervezik a Szent István térre, hogy a járókelők is lássák, és akár csak szurkolóként részük legyen a mozgás örömében. Nagy! Egymást biztatták a csapattagok a versenyen, ahol a város óvodái mérték össze ügyességüket. Vannak szurkolók is, a kettőt egy kis csere. Több helyen napok óta a versenyre készültek, gyakorolták a feladatokat, ezzel is kihasználva a jó időt. Mindenképp lenne a mi óvinkban nagyon sok zöld terület van a Mackó-Kuckó 2-es óviban. Nyitó beszédében Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere elmondta, a rendszeres testmozgást nem lehet elég korán kezdeni, ennek elősegítésére egy lencsési, egy jaminai és egy belvárosi óvoda kültéri műfüves sportpályájának kialakítására nyújtottak be pályázatot. Reméljük, hogy a város sikeresen pályázik, elérjük majd a 3 óvoda és sportpályához a forrásokat, és talán össze, hogy megkicsom jövői tavaszán ezt a 3 óvoda és sportpályát meg tudjuk építeni. A város sportéletéért felelős alpolgármester elmondta, ez egy jó alkalom arra, hogy az itt élők is lássák, fontos a megyeszékhely vezetése számára a sport támogatása. Olyan költségvetést fogadott el a város, amiben a sportra igen-igen komoly összegeket szánunk, hiszen azt tudjuk, hogy a sport támogatás az nem egy kötelező feladat ellátása, ennek ellenére
az országos átlag fölött támogatjuk a sportot Békés Csabán, tehát több mint 2%, amit pénzbe adunk a költségvetésnek, tehát több mint 300 millió forint. Hozzátette, ezen kívül az edzésekhez ingyen biztosítják a pályákat és a sportcsarnokot, ezzel is hozzájárulva a mozgás népszerűsítéséhez. A versenynek persze nem a győzelem volt az igazi tétje, sokkal inkább az együttmozgás öröme számított, így a nap végén minden résztvevő csapat egy labdacsomagot kapott ajándékba, a gyerekek pedig közös buborékfújással és a Rokodál zenekar énekét hallgatva zárták a vidám napot. Két sikeres esztendő után sok változás lép életbe a Békés Csabai Röplabda Sport Egyesületnél. Új edzővel és új két éves koncepcióval, az utánpótlásra, a fiatal tehetségekre még nagyobb hangsúlyt helyezve, még komolyabb sikereket céloz meg a klub. Két bajnoki cím, két kupagyőzelem, mevza siker és 8 közé jutás a CEF kupában. Ezt az eredménysort produkálta a BRS-e az elmúlt két esztendőben. Az Egyesület azonban nem áll meg, és tehetséges magyar fiatalokkal a soraikban célozzák meg a következő nemzetközi sikereket. Kormos Mihály szakmai igazgató kiemelte, jelenleg 270 fiatal röplabdázik az Egyesületnél, a következő időszakban az a cél, hogy megduplázzák ezt a számot, és további kiválóságokat adjanak az Egyesületnek és a sportágnak. Olyan minőségű játékosokat termeljen ki a klub, neveljen ki, amely meghatározó a magyar bajnokságban, de meghatározó nemzetközi szinten is. Olyan játékosokat szeretnénk idehozni Békés Csabára, olyan játékosok érkeztek az elmúlt időszakba, akiknek lehetőségük van arra, hogy nemzetközi szinten is olyan teljesítményt tudjanak nyújtani, amivel megállják a helyüket. Baron Ádám elnök hangsúlyozta, a Csabai Egyesület az elmúlt napokban olyan 16 és 20 év közötti játékosokkal állapodott meg, akik a következő években a magyar röplabda fejlődéséért sokat tehetnek. A klubvezető hozzátette, az elmúlt évtizedben több generáció is kiesett a magyar röplabdából, így amellett, hogy új alapokra helyezik az utánpótlás nevelést, a következő sikerekhez kiemelkedő játékosokat kell a viharsarokba csábítani. Szükség van természetesen még igazolásokra, terve van magyar válogatott játékosoknak a Békés Csabára igazolása, illetve olyan szintű külföldi sportolókat szeretnénk idehozni, akik nagyon-nagyon magas szintű játéktudással és komoly emberi kvalitásokkal is rendelkeznek. Már az előző szezonban is a klubot erősítette Varga Róbert, aki technikai igazgatóként azért dolgozik majd a jövőben, hogy a csarnokba látogatókat még jobban kiszolgálják, és a drukkerek még jobb szurkolói élményt kapjanak. Olaszországban láttuk, hogy gyermekmegőrzőt üzemeltetnek a mérkőzés alatt. Amúgy gondolom, hogy itt nálunk is számos szülőnek lehet segítség, hogy jobban tudják élvezni a mérkőzést, ne arra kelljen figyelniük, hogy a velük kilátogató gyermekkel játszanak, vagy az ő szórakoztatását ők külön megoldják. A klub szurkolói ankétot szervez, ahol lehetőséget biztosítanak a csapat szimpatizánsainak, hogy feltegyék kérdéseiket. A találkozót május 30-án kedden tartják 18 órától a Fekét teremben. Ez volt már a Híradó. További híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találják meg. Amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!